öcsém Kázmér, azt nem adom 100-ért. Menj, haragszom, nem szégyelled? Félek, bizony gyászér. Sietős az utam reggeli templomra. Tata 2011-ben csatlakozott az országos sorozathoz Versel a város című rendezvényével. A program eredeti célja az volt, hogy a tatai diákságot megmozgassák és bevonják a versmondásba. Az idén a Kossuth téren felállított országzászlónál gyűltek össze a középiskolás tanulók, hogy a járókelőket és egymást is megörvendeztessék néhány költeménnyel. Az idén ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját, így az elhangzott versek között volt több aranyköltemény is. Én Arany Jánostól mondtam a Szács Klárát, számomra ez egy nagyon kedvelt balladája. Most voltam vele versenyen, és azzal is sikerült elérnem helyezést, meg nagyon közel áll hozzám. És számomra nagyon fontosak a versek, és hogy azokat a mai fiatalok is ismerjék, mert egyre kevesebben olvasnak verseket, hallgatnak. És szerintem fontos, hogy eljusson mindenkihez, és ez egy jó kezdeményezés, hogy eljusson diákokhoz, és hallgassunk egy kicsike költészetet. A verstanulás szerintem a legnehezebb dolog. Sokkal egyszerűbb játszani a színpadon. Ez egy nagyon nehéz kitalálni, hogy a költő mit akart ezzel üzenni, vagy nekem mit jelent. És ez egy nagyon hosszú folyamat. Szóval egy vers megtanulása számomra az több hónap akár, míg elkészül is azt mondom, hogy most teljesen az enyém, és úgy érzem, hogy ezt el tudom mondani. Az osztályom szerencsére nagyon pozitívan áll hozzá, és sok ember támogat ebben, hogy ez jó érzés. Esküszöm, s ha hamisat szólok, se földben, se mennyben ne lehessek boldog. Föld kidobja testem, én kizárja lelkem, ama sebes örvény hány torgasson engem. A költészet napja egy nagyon jó kezdeményezés szerintem, mert a városnak majdnem az összes diákja ki tud ide jönni, és minden egyes iskola szerepelni tud. És igazából itt a költészet a mindennapjainká vált már, tehát ezért sem öltözött, gondolom, ki mindenki. Én voltam az országos balladamondó versenyen, és ott arra meg kellett tanulnunk egy-kettőt verset, balladát, és tegnapi nap folyamán az osztállyal együtt készültünk